ásunk is neki. Ugye a szőrvény akkor még tele van vízzel. Hát én úgy szoktam célszerűen egy kicsit ki nyomatni belőle a vizet, hogy aztán ne fröskörjünk össze mindig igazából a szabában. Nyomóágat rajtaljon, a szívóágat, amin kiszívja a vizet, azt így megszüntetem. Ezekről majd készíteni szeretnék videót is, hogy hogy mint eszkábáltam. Kicsit kinyomatom még belőle a vizet. Ne fröskörjek itt össze mindent. Ilyenkor mire belőle van szivattyú, kinyomja magával az összes vizet. Igazából ő lenne az. Teljesen mobil az egész dolog. A csöveket majd elmosom a fürdőben, aztán itt fogom. Többit majd itt megpróbálom a videóban kivitelezni. Vannak speckók is. Csőtakarító eszközök, amivel szépen ki lehet sikálni. Amit most nem tudom bemutatni, mert nem hoztam magammal. De próbálom majd anélkül valahogy megoldani, hogy minél jobban kitakarítsam a csövet. Ez a zárófedél. Körbe van tekerve a telefon szalaggal, és csak rá van nyomva a teteje. És ez tökéletesen zár igazából. Nos, hát ez egy kicsit bonyolultabb. Meg kell kocogtatni. Ezzel lazítjuk le. És aztán, hogyha meglazult, akkor csak így újjal le lehet ezt játszani igazából a fedelet. A tetejéről, és ennyi. Hát jó kuszos. Ez is. Mindegy. De erről meg nekik beszéljünk, hogy mi van. A vízeresze egy TN30-as szivacsal találkozik. Látható, hogy jó kuszos. Rendesen tele van. Ezután pedig egy TN20-as szivacson megy még keresztül a víz. Nos, ami a szivacsok alatt van, hogy maga igazából a biológiai szűrőtöltet, amik lényegében kavicsok, különböző féle fajta. Itt például lávakő van, és Matrix Drop elnevezésű szűrőanyag, ami jó koszos, ugye. És lényeg az ezeknek, hogy ezeknek a felületén nagyon porózus felülete vannak, és ezeknek a felületén meg tudnak tapadni ezek a baktériumok, amik ugye azért felelnek, hogy tiszta vizet csinálják nekünk. Kiszedjék az ammóniát a vízből, és átalakítsák nitráttá. Ami a növényeknek beengedhetetlen. Ezeket majd át kell öblíteni. Szóval jöhet is az egész ide. Szóval ez tök üres, de jó koszos még ez is, szóval ezt is egy kicsit kiöblítem a fürdőszobába. Most már úgy elfogadott van a tisztelet. A szivattyú még mindig nem látszódik, de ott van az alján. És akkor jöhet vissza a törökelék. Kicsit ugye átöblítjük. Nem kell megsikálni, nem is szabad. Kicsit átöblítjük a nagyobb szennyeződésektől. És lehet is vissza a hangerbe. Ugye az előbb látható volt, hogy kétfajta szivacs méret van, most már legalább látszik is.
van egy apró szemű szivacs, az megy alulra, ez pedig a durvább, ezzel találkozik először a víz, a durvább szivacsal. Átmegy a durva szivacson a víz, utána finoman, át a biológiai szűrőtölteten, aztán pedig kinyomja a szivattyú vissza az akváriumba. Igazából ez teljesen jó állapotban van, ezt nem bántam. Kicsit följebb húzom, és mehet rá vissza a teteje. Vagyis mielőtt visszamenne a teteje, öntök bele egy kis vizet. Raktam ide szigetre egy kis akvárium vizet, feltöltem legalább félig. Ez majdnem. Kettő, mint félig lett. Nos, ennek az a szerepe, hogy mikor összemarakva az egész rendszer, akkor elindítjuk, a szív oldalon csinál egy vákumot, azonnal fölrántja a víz az akváriumból, és úgymond onnastól kezdve már föl tudja magát tölteni a szűrő vízzel. Nem lesz levegő, és meg nem fog üresen járni a szivattyú. Illetve aztán majd erről is csinálni fogok videót. Ez egy kis légtelenítő cső lenne. Miután párszor indítottam a szivattyút, meg volt már a keringés, de attól ebben még marad levegő. Azt a kis maradék levegőt ezen keresztül leállított állapotban kiengedem. És úgymond légmentes az egész rendszer. Na szóval. Ez így. Így. És akkor megy vissza a helyére. Nem szabad elresztenie. Ugye ő van az, amin keresztül a vizet beszívja, maga a szűrő, akkor az mehet vissza a helyére. Ez pedig ilyen helyzetben nem a jó oldal. Úgy látom, azonnal fel is kapta a vizet, ez az oldalon, szóval most már megy a keringés. És látszik is, hogy valannyi levegő van benne. Most szépen töltődik meg fel az egész, ahol még levegő volt. Még ezt egy párszor eljátsszuk. Miután a rendszerből kijátszottunk az összes levegőt, teljesen készen áll az állandó használatra. Mehetett is vissza a TV doboza a helyére. Remélem segítettem kicsit ezzel a videóval azoknak, akik még nem tudták, hogyan is működnek ezek a külső akváriumi szűrők. A következő videóban meg is mutatom, hogyan készíthetünk hasonlót otthon, kis költségvetésből. További szép napot kívánok! Sziasztok!